Egy hete iktatták be Donald Trumpot, az Egyesült Államok 45. elnökét, azóta már is munkába fogott, és például belefogott a 100 napos tervébe is, amelynek egyik eleme, hogy beleegyezett abba, hogy 3200 kilométer hosszú fal épüljön a mexikói határon. A tények összeállítása után ezzel a témával folytatjuk. A csütörtöki újságok címlapja Mexico Cityben. A legtöbb címlap foglalkozik Donald Trumppal és szerdai aláírásával, amiben elrendeli az amerikai határok megerősített védelmét és mintegy 3200 kilométeren az amerikai-mexikói határon a fal építését. A Mexikó elnök Peña Nieto egy TV-interjúban reagált Trump rendeletére. Sajnálom és elítélem az amerikai kormány döntését, hogy folytatja a fal építését a határon, amely éveken át inkább megosztott és nem egyesített bennünket. Mexikó nem hisz a falakban, és újra és újra elmondom, Mexikó nem fog fizetni semmilyen falépítésért, mondta többek között az elnök. Hogy emiatt lemondja-e washingtoni útját, arra az elnök nem válaszolt. Mexikó szerte nagy tiltakozásokat váltott ki a falépítés aláírása. Ez a férfi azt mondja, őt nem tudja a fal megállítani. Gyereke Amerikában született, ott is él a feleségével. Még ha falat is építenek, át fogok rajta mászni. Akkor a létrát hozok, ami magasabb nála. Vagy bármilyen botot, de átmászok, átugrok majd a falon. Nem állíthat meg, mondja ez a mexikói férfi. Donald Trump amerikai elnök szerdán két rendeletet is aláírta, amely a bevándorlásról és az amerikai határok védelméről, köztük a Mexikóval közös déli határon építendő falról rendelkezik. Ezután beszédet is mondott, ebben tarthatatlannak nevezte, hogy drogkartelek, bűnöző bandák, fegyverkereskedők lépnek át illegálisan a déli határon. És azt ígérte, ezt is megvitatja majd a hamarosan Washingtonban érkező mexikói elnökkel. Vendégünk a stúdióban Orbán Balázs, a 100 kutatási igazgatója. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy itt van. Jó reggelt, köszönöm. Lehetett volna egy kicsit elegánsabb is ez az indítás, nem? Nem mindjárt egy ilyen 3000 kilométeres fallal indítani, hogy azt megépítjük. Én azt hiszem, hogy ebben azért semmi váratlan nincsen. Tehát sokat beszéltek arról, hogy Donald Trump, amiket a kampányban megígért, azokat nem fogja teljesíteni, de hát egy olyan politikus nem tud sikeres lenni, akit a kampányban megígér elég egyértelmű dolgokat, azok miatt megválasztják az emberek, és utána nem teljesíti őket. Tehát ez egy elég erős antré, teljesen egyértelmű, de jól látszik, hogy nem akar tétlenkedni, és egyébként politikailag nincs is ideje. Tehát egy olyan komoly nyomás alá helyezték a demokrata ellenfelek, hogy nincs más út, csak előre, és ezért megpróbálja azokat a kampányígéreteit beváltani, amiket tud. Nyilván ehhez egy nagyon kedvező konstrukció van, mert jelen pillanatban a parlamentben, a kongresszusban is republikánus többség van, tehát a Trumphoz közelebb álló erő. Tehát lényegében az elegancia most nem számít, be kell váltani vagy tartani a választási ígéreteket, hiszen azért választották meg, és Trump ilyen szempontból konok és próbál előre menni. Így van, és ráadásul éleződik is a helyzet, mert a bejátszásban hallottuk, hogy esetleg a mexikói elnök lemondja a látogatást, ez azóta már be is következett, tehát nem fog az Egyesült Államokba látogatni. Hogyha itt említette ön, hogy hatalmas a nyomás Trumpon ilyen tekintetben, akkor mit lehet várni ettől az úgynevezett 100 napos tervtől, amivel a kormányzását kezdi? Ugye minden amerikai elnöknél van egy ilyen 100 napos indítás, és mindig nagyon érdekesen várjuk, hogy vajon mi lesz belőle. Igen, ugye a legfontosabb az nyilván a bevándorlás kérdése jelen pillanatban, ugye Európa számára is ez a legfontosabb. Itt ugye a republikánus tanácsadók és a háttéremberek, gondolkodók azt szokták mondani, hogy Obama elnök politikájával nem is az volt a probléma, hogy nem volt meg a megfelelő jogszabályi keret, hanem egész egyszerűen az elnöki utasítások olyanok voltak, hogy ezeket nem kell alkalmazni. Tehát valójában a bevándorlási hivatal nem alkalmazta azokat a jogszabályokat, amelyek alapján az illegális bevándorlókat egyrészt őrizetbe veszik, másrészt visszaviszik őket a származási országba. Ez egy fontos téma lesz, gyakorlatilag a Trumpi vonal az úgy néz ki, hogy újra a jog hazája lesz az Amerikai Egyesült Államok, tehát azokat a szabályokat alkalmazni fogják, azokkal a lehetőségekkel élni fognak, amik eddig is rendelkezésre. Lehetséges, hogy ilyen tekintetben a jelenlegi magyar politika igazolva érzi majd magát, itt a kerítésépítésre gondolok, vagy a bevándorlás ellenes nagyon erős retorikára? Ez teljesen egyértelmű, ugyanaz a megközelítési mód van. A Trump elnök által bejelentett egyéb korlátozások, tehát hogy bizonyos közel-keleti országokból nem vesznek át menedékkérőket, illetőleg, hogy tehát a menedékkérők közvetlen áttelepítése sem következik, meg a bevándorlás bizonyos közel-keleti országokból terrorveszély miatt sem. Ez nagyon egybecseng azzal, amit a magyar kormány mond, hogy ugye nem a bajt kell idehozni, hanem a segítséget kell odavinni. Ez egy fordított logika.
logika volt a demokratáknál. Ez biztos, hogy egy fontos téma lesz, természetesen a gazdaság és egyéb témák is fontosak Trumpnál, de az jól látszik, hogy ott is ez a bevándorlás politika győzedelmeskedett. Érdekes egyébként, hogy nem tervez nagyon hatalmas szervezetekkel, vagy például az Európai Unióval tárgyalni. Ő inkább azt mondta, hogy ilyen bilaterális tárgyalásokat kezdeményez. Theresa May lesz az első a brit miniszterelnök, akivel majd négy szem közt leül. Ennek van-e bármilyen értéke, mármint hogy jelzés értéke? Természetesen van, ugye a stratégia elmögött az, hogy az Egyesült Államok katonai, gazdasági erejénél fogva külön-külön jobban tud tárgyalni bizonyos országokkal, mint egy ország csoportban, tehát egy kisebb országgal ilyen szempontból könnyebb tárgyalni. Ez egy elég logikus stratégia. Az egésznek az a lényege, hogy az amerikai gazdaságot Donald Trump, ez is egy fontos kampányigérete volt, szeretné felpörgetni. Nagyon komoly infrastruktúrális beruházások lesznek, ugye állandóan ő is azt mondja, hogy hidakat fogunk, utakat fogunk építeni, vasutakat fogunk építeni, a kereskedelmi kapcsolatokat bilaterális szinten meg fogja erősíteni, tehát biztos, hogy a munkahelyteremtés és a gazdasági növekedés az egy fontos belpolitikai célja lesz. Hogyha már a belpolitikáról kilépünk a külpolitikára, kíváncsi leszek egyébként, hogy mikor jön, vagy mikor jöhet össze az Orbán-Trump találkozó. Hozzáteszem, hogy a magyar miniszterelnök meglehetősen erős gesztust tett, legalábbis a sajtó egy része úgy értékeli, mikor tegnap Brüsszelben azt mondta, hogy make Europe great again, ugye Trumpnak volt ez a Made America, tehát tegyük Amerikát nagyjá újra szlogenje, és Orbán Viktor ezt ilyen tekintetben átvette. Ezek a gesztusok bármilyen hatást gyakorolhatnak Trumpra? Én azt látom az eddigiekből, hogy a két politikus között megvan a kémia, hasonló politikai irányokban gondolkoznak. Azért Trump is tett gesztus, tehát egy olyan időpontban beszélt telefonon a magyar miniszterelnökkel, amikor még nem minden 10 milliós közép-európai vagy egyéb más ország miniszterelnökével beszélt volna. Tehát az biztos, hogy kiemelt módon gondolkodik, nyilván az ország súlyának megfelelően, de kiemelt módon Magyarország. Mi nem vagyunk mi túl kicsik neki? De hát természetesen nem véletlen, tehát azért reálisan a dolgot, nem szóval véletlen, hogy a kanadai miniszterelnök... Kisebb vagyunk, mint bármelyik amerikai állam, ahonnan ő elektorokat gyűjtött. Tehát, természetesen, de az viszont fontos, tehát Trump új alapra szeretné helyezni az Európa politikáját is. Elég másként gondolkodik, ez több interjúban nyilvánvalóvá tette a mostani Európai Uniós vezetők teljesítményéről, és ezügyben a vélemények közelebb van Orbán Viktor véleménye, ez, aki szintén nem elégedett az uniós vezetők teljesítményével. Ez egy olyan kapcsolódási pont lehet Trump számára, amiben kölcsönösen előnyösen tudják támogatni őket. Tehát valójában nyilván nem sokkal, de azért a méretünkhöz képest azért a politikai súlyunk jelen pillanatban a világpolitikában jelentősebb. Ez az elmúlt két évnek köszönhető a migrációs válságban végzett sikeres külpolitikai mozgások. Mert hogy egyébként előtte Orbán Viktor nem nagyon volt, hát nem azt mondom, hogy kívánatos személy, de nem nagyon volt, hogy mondjam, az Obama adminisztrációban olyan ember, akivel naponta, hetente vagy havonta beszélt volna telefonon az amerikai elnök. Hát én ennél durvábban fogalmaznék, tehát akár lehet azt is mondani, hogy Orbán Viktor párja volt, tehát ugye azt lehet mondani, hogy egy ország akkor tud az amerikai, egy kis ország akkor tud az Amerikai Egyesült Államokban fontos lenni, hogyha a belpolitikai agendának is a részévé válik, tehát valamilyen módon reflektálnak rá az amerikai sajtóban. Most a demokrata adminisztráció, mint rossz példa, reflektált Magyarországról, tehát az volt egy párja ország volt, aki valamilyen módon nem azt a politikát folytatja, amit Amerika szerint kell. A Trump adminisztráció ezzel teljesen ellentétesen gondolkodik, itt egy pozitív példa, nem csak Trump maga, hanem több környezetében lévő politikus is kifejezetten említette a magyar kerítésépítést, illetve a magyar politikát, mint egy pozitív követendő példát. Úgyhogy ez megváltozott, és valószínűleg Magyarországról megint lesz szó az Egyesült Államokban pozitív kontextusban. Ilyen tekintetben kíváncsi vagyok arra, hogy ugye most Oroszország is hasonlóképpen próbál valamiféle Budapest központúságra szertenni, ezek szerint Trump is lehetséges, hogy Budapesten keresztül próbálja, én nem tudom. Mondja még egy kérdés, először mászott négy kézláb Trump unokája, és éppen a Fehérház tette. Szóval tud majd olyan cuki képeket csinálni ő vajon, vagy hajlandó erre, mint amit Obama tett? Azt hiszem, ez talán nem egy komoly elemzői választ igénylő kérdés, ez szimpátia kérdése. Az biztos, hogy a Trump család érdekes. Tehát nagyon érdekesek a különböző figurák, úgyhogy én azt hiszem, hogy ők ugyanúgy a bulvárlapok címoldalán lesznek, mint Obama, és akkor ki meggyőződése, meg szimpátiája szerint eldönti. Orbán Balázs, köszönöm szépen. Köszönöm szépen.